Február 8-ától a járványügyi intézkedések Szlovákiában az úgynevezett COVID-automatához igazodnak. Az automata szabja meg az egész ország részére egy hétre előre a pontos szabályokat, figyelembe véve azonban a regionális különbségeket is. Mivel a rendszeres országos tesztelések és a január 1-e óta tartó szigorú lezárás ellenére sem javul érdemben a járványhelyzet. Az előzetes bejelentéssel ellentétben az ország nagy részén mégsem nyitnak ki a tanintézmények. A fekete, legrosszabb besorolású járásokban tilos az óvodák és iskolák újranyitása. A vörös járásokban erről a regionális közegészségügyi hivatal dönt. A legtöbb esetben szintén zárva maradnak a tanintézmények. A magyar lakta járások nagy része is ebbe a kategóriába tartozik. A 20 piros és egy rózsaszín besorolású járásban valamivel jobb a járványügyi helyzet, így ezekben hétfőtől kinyithattak az óvodák, az alapiskolák alsó tagozatai és a középiskolák végzős évfolyamai. A losonci járásban is megengedett, hogy visszatérjenek az oktatási intézményekbe. Ehhez az intézmények dolgozóinak, illetve a visszatérő gyermekek egyik szülőjének negatív teszttel kell rendelkeznie. A tesztelést hetente meg kell ismételni. Füleken 4 alapiskola, 2 óvoda és a művészeti alapiskola nyitotta meg kapuit. A második Kohár István alapiskolába 152 tanuló tért vissza, ami az alsó tagozat összlétszámának nagyjából a 70%-a. Erre gyakorlatilag mindenkinek szüksége volt. Szüksége volt úgy a szülőknek, mint a gyerekeknek vagy a pedagógusoknak, mert főleg az alsó tagozaton az online oktatás az nem annyira hatékony. Ott jobb a személyes kapcsolat, amikor a gyerekeknek megmutatják a betűkvetését, vagy akár a vonalzó használatát, vagy bármi egyebet, amire szükségük lehet az oktatás során. A Mocsári Lajos alapiskola alsó tagozatán 136 diákból 56-an jelentek meg. Közülük sokan a félévi bizonyítványt is most kapták készhez. Volt 2-3 diák, akit haza kellett küldeni azért, mert a szülők megfeledkeztek arról, hogy tesztelésre menjenek. Volt olyan osztály, ahol tényleg, hogy teljes létszámban megjöttek a gyerekek, de sajnos vannak olyan osztályok is, ahol nagyon sok gyerek nem jött. Akik dolgoznak online, azoknak olyan nagyon nagy lemaradásuk nincsen, mert azért szépen dolgoztak, de sajnos vannak olyan gyerekek is, akikkel nem tudtuk felvenni a kapcsolatot, mert egyszerűen otthon nem volt rá meg a lehetőségük. Úgyhogy azoknak megpróbáltunk leckét kiküldeni. A gyerekek már nagyon várták, hogy újra beülhessenek az iskolapadba. Nagyon hiányzott az iskola is, nagyon vártam a barátaimat is, hogy együtt legyünk és tanuljunk sokat. Mindkét magyar alapiskolában órarend szerint tanulnak a gyerekek, viszont a testnevelés és a zeneórákat egyelőre nem lehet megtartani. A felső tagozaton pedig továbbra is marad a távoktatás. Fülek mindkét óvodája megnyitotta kapuját, egyikben sincs teljes létszám.